Na, tovább rohad a narancs. Lebukott a fideszes neres sztárpap, Bese Gergő atya, aki korábban azzal szerepelt a médiában, hogy megszentelte a Megafon, a Pesti srácok és Orbán Viktor irodáját is a Karmelitában. Mint kiderült, az atya meleg orgiákon vett részt, több férfivel is volt egyszerre kapcsolata, és bizony feltűnt meleg pornó oldalakon is. Orbán nagy uram, megjött a segrestés úr, meg akar szentelni, okay? Jöjjön csak beljebb, üdvözöljük a Fideszben. Jó is, hogy itt van, atyám. Úgy tudom, hogy a Bohárdani pont most akart brémálkozni. Nem azzal van a baj, hogy Bese Gergő atya meleg, hanem azzal, hogy bort ivott és vizet prédikált. Ahogy pár éve Szájer Józsi volt fideszes LP képviselő is, aki beleírta az alaptörvénybe, hogy az anya nő, az apa férfi, nyíltan támadta Brüsszelben a melegeket, majd esténként droggal teli hátizsákban meleg orgiákon vett részt. Bese Gergő atya sem cselekedett másként. Szájerhez hasonlóan nyíltan elítélte a homoszexualitást, és rendszeresen gyalázta az LMBTQ közösséget. De megérte neki, ugyanis számára a jó istent a pénz jelentette. Bese atya egyesületeit 100 milliós támogatásokkal tömte ki az Orbán kormány, az atya pedig cserébe mantrázta a propagandát a híveknek. Soros, Brüsszel, migráns, Gyurcsány, Karigeri, LMBTQ. Fúj. Egyébként igaza van Orbánéknak, ide LMBTQ propaganda nem kell. Köszönjük, van már sajátunk, a Fidesz. Bese atya gyakran meglátogatta az Orbán-jugendeket is a Megafonnál. De aranyosak, a képen az atya és a két minisztráns fiú. Azért milyen kedves, hogy megáldotta a Megafon irodáját is. Áldásom adom a lopásra, ámen. Na mi van, meglepődtél? Kibuktál az atya sztorián? Nincs itt semmi látnivaló, csak a szokásos. De már megszokhattuk a Fidesztől, hogy ami ellen kampányolnak, azt ők maguk képviselik. Elítélik a korrupciót, holott hála nekik az Európai Unió legkorruptabb és legszegényebb országa lettünk, fellépnek a gyermekbántalmazás ellen, miközben a pedofilokat és bűntársaikat szabadon engedik, hazaárulás, ország eladása és kirablása, drogos orgiák, gyermekbántalmazás. A sorrend talán mindegy is. Jaj, várjál már, ha esetleg nosztalgiáznál Orbán közösségi oldalán, és keresgélnél közös képet Viktorról és Bese atyáról, akkor ne tedd. Ugyanis Orbán ezeket rögtön törölte a botrány kirobbanása után. Na mi van? Már Bese tölti a képeket? De Viktor, a Google nem felejt. Na most majd keríthetnek egy rendes papot, hogy újra megszenteljék a felcsuti szotyiköpő tróger irodáját. Megszentel, felszentel, álszentel. Szomorú, pedig Bese ország mindenkié. Találkozunk az önálló estjeimen. Két hét múlva Gyulán, Százhalombattán, Gyöngyösön, Kaposváron, Veresegyházon, Csongrádon, Pécsen, Győrben, Debrecenben, Budapesten, Kiskunhalason, Szentendrén, Békéscsabán, Bonyhádon és Hódmezővásárhelyen. További helyszínek és jegyvásárlás a tixa.hu/Somogyi András oldalon. És iratkozzatok fel a YouTube csatornámra is. Sziasztok!